Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket egy szép karácsonyi köszöntéssel, amit az angyal seregek mondtak egykor a pásztoroknak. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Kedves testvérek, karácsonyi ünnepségünk kezdetén Jakab apostol leveléből az első rész 17. versét olvasom fel, az ajándékokról szól. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás. Amen. Kedves testvérek, hagyj mondjam el egy legalább 10 évvel ezelőtti kedves emlékemet egyik karácsonyon. Egyik gyermekünk a 3 fiunk közül, a kis Marcika lehetett vagy 1,5-2 éves, már tudatánál volt, legelőször meglátta az adventi koszorút, és rajta az égő gyertyákat, és azt hitte a kisfiú, hogy ez egy születésnapi torta, és hogyha elfújja a gyertyát, hát mi következik a születésnapi tortán, ha elfújjuk a gyertyát? Ajándékozás. És ez még jóval karácsony előtt volt, én azt gondolom, hogy advent első vasárnapján, szokás mindig nálunk, hogy meggyújtjuk a gyertyát, és ahogy meggyújtottuk, énekelni szoktunk, imádkozni, és még utána is követelte az ajándékot, hogy akkor mikor következik az ajándék, és elmondtuk neki, hogy most itt adventben vagyunk, itt most nem rögtön következik az ajándék, hanem 4 hetet kell várni. Nagyon sokat. És aztán úgy lassan a családi hagyományba évek alatt ugye beépült, és megértette ő is, hogy amikor a 4 gyertyát szépen hétről hétre meggyújtogatjuk, az a várakozásnak az időszaka, karácsonyt várjuk, és majd akkor következik az ajándékozás. És hát igen, ő arra emlékezett, hogy a születésnapon, és nyilván ez így is van, mindig az ünnepelt kap ajándékot, viszont a karácsony akkor szép és attól szép, hogyha mindenki kap ajándékot. Ma 3 féle ajándékról fogok beszélni a kedves testvéreknek az igei köszöntésemben. Egyrészt a gyermek ajándékáról, azután a felnőttek ajándékáról, és végül a legnagyobb ajándékról, a karácsony ajándékáról. Hát először a gyermekek ajándéka. Eszembe jutott, hogy én magam is kisgyermekkoromban, de szerintem mindannyian így vagyunk, ha visszagondolunk kisgyermekkorunknak a karácsonyaira, biztos mindenkiben nagyon élénken él. Nagyon egyszerű dolgoknak is annyira tudtunk örülni, és olyan izgatottsággal vártuk kisgyermekkorunkban a karácsonyt, alig bírtunk magunkkal, számoltuk, hogy hányat kell még aludni, amíg el nem jön a karácsony, és meg nem kapjuk az ajándékokat. És hát bizony türelmetlenségünkben, nem tudom a kedves testvérek, hogy voltak vele, én úgy voltam ezzel, hogy elkezdtem a lakásba felkutatni az ajándékokat, hogy vajon hol lehet, és hát évről évre édesanyáméknak mindig más és más helyet kellett találnia ahhoz, hogy ne találjam meg idő előtt az ajándékokat. És ez a várakozási időszak olyan hosszúnak és kibírhatatlannak tűnt, ugyanakkor izgalmas is volt, és ébren tartotta a kíváncsiságot. És pontosan ezért, mert volt egy ilyen várakozási időszak, olyan jó dolog volt aztán megkapni az ajándékot, kibontani, ez egy olyan nagyon különleges élmény volt. Megláthattuk a várva várt ajándékot, hát mondtam, hogy akkoriban az egyszerű dolgoknak is örültünk, egy meleg sálnak, vagy egy sapkának, vagy egy szép mesekönyvnek. Sose felejtem el azt a karácsonyt, amikor a nagy indián könyvet megkaptam. Hát milyen nagy dolog volt az akkoriban, az a jó vastag nagy könyv tele indiánokról szóló történetekkel, izgalmas történetekkel, nagyon-nagyon örültem annak a nagy könyvnek. Vagy akár egy pici autónak. Én kisgyerek koromban gyűjtöttem a pici autókat, nem tudom, hogy hogy vannak a testvérek a családban, az unokák, fiúgyermekek szeretik-e az autókat, kis autókat. Én szerettem és gyűjtögettem, nagyon tudtam örülni egy-egy pici autónak a gyűjteményembe. Igen, ám csak egy idő után
Az az izgalom meg öröm, amit az ajándékkal kapcsolatban érzünk ott karácsonykor, az alább hagy vagy eltűnik, és maga az ajándék is, pontosan az a meleg sál vagy sapka, egy hétköznapi tárgyá változik. Tehát úgy megfakul, megszürkül, megkopik, főleg egy használati tárgy, amit karácsonyra kaptunk, egy idő után elhasználódik, megszokott lesz. A könyvet elolvassuk, a kis autónak kitörik a kereke, úgyhogy nagyon gyorsan ezek az ajándékok bizony elmúlnak a karácsony fényével együtt. És aztán visszaállnak a szürke hétköznapok. És talán éppen ezért, és hagyj beszéljek itt most másodszorban a felnőttek ajándékairól, felnövekedve arra törekszünk, hogy olyan ajándékokat adjunk egymásnak, nem csak karácsonykor, hanem egy születésnapra, egy névnapra, ami feledhetetlen, ami megmarad. És itt most nem csak arra gondolok, hogy arany ékszer, ami tartós például, hanem arra gondolok, hogy akár mi is a családban a gyermekeinknek sokszor élményeket, együtt töltött időt és olyan programokat ajándékozunk, amire egész életükbe vissza fognak emlékezni. Kisebb gyermekkorukban egy különleges cirkuszi előadás, vagy valami természetbe való túra, amit ők nagyon szerettek, vagy vártak volna, ahova ők szerettek volna elmenni, mert látták valamikor filmeken, és ők oda el szerettek volna együtt menni a családdal. Olyan élményeket adtunk nekik sokszor, ami megmarad egész életükre. És ez nem olyan lesz, mint egy sál vagy egy sapka, ami szétfoszlik, elmúlik, hanem megmarad egész életükre. Olyan ajándékot szeretnénk felnőttként adni, ami elkíséri őket sokáig. És a bevezető gondolatok után, a gyermek ajándékáról és a felnőttek ajándékáról szóló rész után hagyj beszéljek egy kicsit arról, ami számunkra a legnagyobb ajándék. Mi keresztjének hisszük, hogy karácsony legnagyobb ajándéka maga Jézus Krisztus. A legnagyobb tragédia az, kedves testvérek, amikor maga a karácsony, az ajándékozás ünnepe, a legszebb ünnep úgy halad át felettünk, hogy csalódottak és elégedetlenek maradunk. Ez akkor fordulhat elő, ha magát a karácsony eredeti célját, az üzenetét szem elől tévesztettük. Azt, hogy karácsonykor Isten is megajándékozott bennünket, mégpedig egyszülött fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal, akit elküldött ebbe a világba, hogy nekünk örök életünk legyen és el ne vesszünk. Jézus Krisztus, mint örök időre érvényes ajándék áll szembe a világ változásaival és a világnak a mulandó ajándékaival szemben. Az ingadozó, bizonytalan félelmekkel tele, és mindig változó világunkban az egyetlen biztos pont, ami Urunk Jézus Krisztus lehet. Ő olyan ajándék az életünkben, amit nem vehetnek el tőlünk. Nem törik el, nem szakad el, mint kisgyermek korunknak az egyszerű ajándékai, használati tárgyai. Nem unjuk meg, mint egykor a kisautókat. Jézus Krisztus örök és változatlan, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. És talán még ennél is fontosabb, hogy amikor majd eljön az a bizonyos utolsó óra az életünkben, és el kell mennünk a minden élők útján, semmilyen más használati tárgyat, semmit nem vihetünk magunkkal, de ami Urunk Jézus Krisztus ott is velünk marad, őt magunkkal vihetjük, így is mondhatom, vagy úgy is fogalmazhatok, hogy elkísér bennünket a halál árnyékának völgyén is. És ez az ajándék, Jézus Krisztus, a záloga a halál utáni örök életünknek és üdvösségünknek. Kedves testvérek, Isten most elénk tárja ajándékát, üdvözítő kegyelmét minden ember felé, az első karácsonyon közénk jött Jézus Krisztusban. Fogadjátok el még ma, ezen a karácsonyi ünnepen is. Végezetül hagy olvassak fel egy Füle Lajos verset, ami pontosan erről a karácsonyi csodálatos ajándékról szól. Rövid kis négysoros versike, ahogyan Füle Lajos bácsitól megszoktuk, így szól: ne lepje be a hó a szívünket, ne menjen el mellettünk az ünnep, ne csak múló hangulatra vágyjunk, Jézus legyen az ajándék mi nálunk.
Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Csendesedjünk el, hajtsunk fejet, és imádkozzunk ezért. Dicsőítünk, Atyánk, ezen a karácsonyon a legnagyobb ajándékért, a Krisztusért, hiszen értünk küldted, engedted a mi világunkba őt. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk tökéletességedért, hiszen te vagy a legtökéletesebb ajándék, amely a mennyből száll alá. Dicsőítünk szentségedért, irántunk való irgalmadért, és a megváltás ajándékáért. Áldunk Szentlélek Isten, hozzánk jöveteledért, bennünk lakozásodért. Köszönjük, hogy áldott ünnepet adsz nekünk, közöttünk vagy, és megújítasz naponként. Szent Háromság egyörök és igaz Isten, hozzád fordulunk ünnepünkön, hogy megköszönjük eddig végzett csodáidat, az adventet, a meghitt készülődést, és ezt az ünnepséget is. Megköszönjük azt, hogy szólhat igéd ezen az ünnepen. Könyörgünk hozzád a karácsony első napi úrvacsorai közösségért is. Igéd is szent lelked legyen továbbra is valósága jelenlétednek. Maradj velünk ezen a karácsonyon, és maradj velünk az ünnep után is, e földi életünkben, és az örök életben is mindörökké. Hallgass meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. És mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságunkat, ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hálás szívvel köszönjük nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnökkor ünnepi igei köszöntését. Most pedig kérem, fogadják nagyon nagy szeretettel lakóink és lelkészasszonyunk ünnepi műsorát. Éjszaka. Karácsony éjszakáján valamikor régen, ezer csillag égett fenn a magas égen. Sötét éjszakában őrizve a nyájat, békés szívű, csendes pásztorok tanyáztak. Feküdt már a nyáj is csendben elpihenve, csak egy-egy halkolomb kondult meg a csendben. Ezer csillag égett fenn a sejmes égen, sötét éjszakában, égi fényességben. A tűz körül halkan pásztorok meséltek, estéjén karácsony első ünnepének. S ím egyszer, hirtelen az égből alászálva, nagy fényesség támadt ott az éjszakában. Angyalok jöttek ott, dicsőséggel telve, a pásztorok mellé szépen énekelve. Ezüst volt a hangjuk, szólt zenélve szépen, a sejmes árnyú titkos karácsonyi éjben.
ne féljetek, amiért eljöttünk hozzátok, hogyha elindultok, nagy örömet láttok. Ezen az éjszakán, nem is olyan régen, megváltó született kicsi Betlehembe. Induljatok gyorsan, meg fogjátok látni, egy kicsi jászolban rá fogtok találni. Eltűnt a fényesség a pásztorok csendbe, elindultak akkor kicsi Betlehembe. Csend volt körös körül, fenn a sötét égen, 100 csillag ragyogott, éget csodaszépen. Aludt már a nyáj is a pásztorok mentek, egyenesen arra kicsi Betlehembe. A kicsi Jézuskát ott meg is találták, feküdt a jászolban, ahogyan bepólyálták. Mária és József vigyázott ott rája, félre takargatták, hogy csak meg ne fázna. Minden pásztor akkor imádkozva nézte kicsi ajándékát, letette elébe. És térdre borulva hálákat adának ott a Jóistennek, az ég s föld urának. És azután csendben elindultak vissza, a szívük boldog volt, tekintetük tiszta. Fent a csendeségen 1000 csillag égett, suttogott a szívük csodaszép meséket. Ők mentek boldogan, és még mindig látták a kicsi Jézuskát, ahogy megtalálták. Mert nem mese volt az, valóság, nem álom, ott a betlehemi régi kis határon. Amíg 1000 csillag fenn ragyogva égett első éjszakáján Jézus ünnepének. Sok évvel ezelőtt történt, hogy egy dúsgazdag milliárdos, akinek hatalmas vagyonának köszönhetően a világ minden táján voltak szállodájai. Egy nap úgy döntött, hogy álnéven és szegényes öltözetbe végiglátogatja valamennyit, hogy lássa, az ott dolgozók jól végzik-e a munkájukat. Bejelentkezett az egyik luxus hotelbe, és mindenki látta rajta, hogy nem illik ebbe az ottani előkelő társaságba. Hogy elkerülhessék a többi lakótól, egy kis személyzeti padlásszobát jelöltek ki lakhelyéül, ahol még rendes fűtésen volt, és különféle kellemetlenkedésekkel próbálták elérni, hogy lássa be, ő nem ide való. Menjen önként haza. Ám a terv sehogy sem akart sikerülni. Végén már maguk a vendégek is kérték a szállodai igazgatót, hogy udvariasan tanácsolja el. Így aztán hazautazott, de azzal az elhatározással, hogy holnap után visszatér, de nem az áruhájába, hanem a maga valójában, és kirepíti azokat, akik nem megfelelően viselkedtek egy vendéggel sem. Csak mert ruházata szegényesebb volt. Természetesen, mikor meglátták, akkor nagy volt a meglepetés, hogy kivel is állnak szemben, ki is volt az, akit eltanácsoltak. Betlehemben Krisztusnak, az Isten fiának nem volt helye a fogadóban. Persze, ha tudták volna, kivel állnak szembe, ha tudták volna a betlehemeiek, kicsoda érkezett közéjük, nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Lehet kifogásokat keresni, hogy miért nem, talán már késő érkeztek. A lehető leghoz rosszabbkor jöttek. Végül a hátsó istállóba azért szorítottak helyet számukra. Mi vajon nem így vagyunk ezzel? Életünk hátsó sarkába, szívünk egy kis zugába szorítunk neki helyet. De így nem teljesedhet be a profécia életünkben. Megtűrt vendég, de hogy az uralom az ő vállán legyen, ez nevetséges. Örüljön, hogy szívességet teszek neki. Jézuska jöhet a gyermek, a sírogáló porony, de ne akarjon uralkodni.
Vajon gondolkodtunk-e már rajta, hogy lehet, nem is Jézusnak van szüksége mi ránk, hanem nekünk van szükségünk őre, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Jézus Krisztus sokkal több, mint egy áruhába öltözött milliárdos. Ő nem azért jött, hogy vizsgáztasson, hogy meg tudunk-e felelni az elvárásoknak, hanem azért, hogy megváltson és alkalmassá tegye az Isten országára. Nem veszendő dolgokon, aranyon, ezüstön, hanem tulajdon drága vérével fizetett értünk. Nem azért jött, hogy megbüntessen, hogy elűzzön, hanem hogy megajándékozzon minket. Gerzsenyi Sándor, Betlehem. Már megtelt minden hajlék és minden istálló. Ember és jószág reszkett. Pihenni volna jó. József aggódva baktat. Mária sírdogál. Ajtó és szív bezárult, s a gyermek jönne már. Az égen fényes csillag, a földön vak sötét. Kik messiást remélnek, idéznek ős igét. Mikás így tanítja, te kicsiny Betlehem, belőled származik majd ki Úr Izraelen. S amikor minden zaj elhal, csak halk szellő suhan, király születik nékünk egy rozzant jászolban. Csupán néhányan sejtik, ó, áldott szent csoda, aki e földre szállott, a mindenség ura. Én a szívem ajánlom szerény szállásodul, légy annak is lakója, Jézus, te drága Úr. Messze földön minden népek halljátok, örök Isten örök hírt küld hozzátok, nem akarja bűnben való vesztünket, fiát küldte, hogy megváltson bennünket. Szállj örömhír a világ négy tájára, megfizetett értünk Isten báránya, piros vére hullásával megváltott, és a mennyben szerzett nékünk országot. Szálljon a hív, szálljon sebes félszárnyon, örömével, mint a galamb úgy szálljon. Ó, siessünk mi is vígan hirdetni, míg Jézusban békét talál mindenki. Nagyon szépen köszönjük nagy tiszteletű Kisforró Éva lelkészasszonynak és kedves lakóinknak ezt a nagyon-nagyon szép és megható karácsonyi ünnepi műsort. Kedves lakóink, így évvégéhez közeledve mindig nagyon nagy odaadással készülünk erre az ünnepre, és munkatársaimmal együtt az idén is készültünk önöknek karácsonyi ajándékkal. Egyrészt ez a kis ünnepség is, másrészt pedig ezek a csomagok, amiket ott tetszenek látni hátul, ezek mind-mind karácsonyi ajándékok önöknek, nagyon nagy szeretettel. Mielőtt azonban ezeket a
karácsonyi csomagokat átadjuk. Kérem, fogadják szeretettel azt a kis verset, amivel minden munkatársam nevébe szeretnék önöknek áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánni. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vas Albert szavaival kívánunk mindannyiójuknak áldott ünnepeket. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm karácsony ünnepe alkalmából a kedves lakókat és dolgozókat. Egy szép karácsonyi igeszakaszt hoztam Lukács evangéliuma második részéből, annak is az első versétől. Ezt szeretném felolvasni köszöntésképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, Jézust. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelen nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, Jézust, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jó akarat. Amen. Most csendesedjünk el, hajtsunk fejet, lelkünk könyörgését foglaljuk össze az úri imádságban, mondjuk el együtt közösen, ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást végezetül, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Nagyon szépen köszönjük nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr ünnepi igei köszöntését. Most pedig kérem fogadják szeretettel vezető kolléganőim és az én közreműködésemmel mindannyiunktól egy kis verset. Adi Endre, Karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálóének. Az én kedves kis falumban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt len, a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna, az én kedves kis falomban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Tamáska Gyula, mondd el! Mielőtt eloltod a gyertyád, s elmúlik a karácsonyi láz, tégy számadást újra magadnak, épült-e benned a lelki ház? Mondd el, ha nem is kérdik, hogy találkozásod volt vele, s ebben az áldott karácsonyban számodra is volt üzenete. Mondd el, hogy gazdagabb lettél, s benne hited szárnyakat kapott, és cserébe a rossz szívedért önmagából egy részt adott. Mielőtt eloltod a gyertyát, és becsukod csendben Bibliád, köszönd meg mindnyájunk nevében az első karácsonyi éjszakát. Tóth Árpád Ferenc, a hírhozó. Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerte szét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa szerte a világ. Fényes csillag, vándorcsillag, három bölcs fölött, reményt hozott, s reményt adott, amíg őrködött. Aztán fénye elhalványult, de ha akarod, minden évben, decemberben újra felragyog. Radó Lili, mit üzen az erdő? Végünnepre készülődünk, esteledik már. Szobánkban a szép fenyőfa teljes díszben áll. Zöld ágain kis csomókban puha vatt a hó. Tőlevél közt vígaranyszál, felfelcsillanó. Itt is csillog, ott is ragyog, mint a napsugár, s csilingelő, csöpcsengettyű, édes hangja száll, akárcsak az erdőben a dalos kismadár. Dömötör Tibor, karácsony. Karácsonykor angyalok szállnak, híradást hoznak, békejegyében, életfényében, szentség lelkében, hívők hitében, Krisztus képében, földön jár az Isten. Karácsonykor harangok zúgnak, szent igék szólnak, imádság szelnyen, szíveknek vágyán, zsoltárok hangján, szeretet hídján, bocsánat útján, mennyben jár az ember.
Pálfalvi Nándor, karácsony. Karácsony ünnepén az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívébe. Nagyon szépen köszönöm kolléganőimnek, mindenkinek az egy-egy kis versét, így az ünnepi alkalom arra is ösztönöz mindannyiunkat, hogy egy kicsit megálljunk, csendesedjünk, és lélekben készüljünk az év egyik talán legszebb ünnepére. Tetszenek tudni, hogy minden nap azon dolgozunk, minden munkatársammal együtt, és azért szolgáljuk Önöket, hogy itt az idősek otthonában végleges, meleg, szerető otthonra találjanak. Erre az ünnepre készültünk Önöknek egy kis meglepetéssel, mint ahogy minden évben szoktunk, most is ajándékcsomaggal szeretnénk kedveskedni Önöknek karácsony alkalmából. Ezeket a kis ajándékcsomagokat a kis angyalkák fogják majd vinni mindannyiójuknak, ezért szeretnénk majd megkérni Önöket, hogy fáradjanak a szobájukba, és utána érkeznek a mentálhigiénés kolléganők, akik átadják mindannyiójuknak a karácsonyi ajándékot. Fogadják nagyon nagy szeretettel az intézménytől, az intézmény dolgozóitól és a fenntartó egyházközségtől. Kívánunk Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és egészségben gazdag, nagyon boldog új évet!